A Harman Becker Kft. 2002 óta szervez helyszíni véradásokat székesfehérvári gyártó telephelyein, hétfőn pedig már a 100. jubileumra is sor kerülhetett, amikre büszkék a cégnél dolgozók. Kis István ügyvezető szerint minden felelős munkáltatónak, ahol több ezer embert alkalmaznak, fontos, hogy nem csak értékteremtő, de értékmegőrző hely is legyen, hiszen számukra különösen fontos az emberi élet, az egészség. A cégünk filozófiája első helyen a biztonság és minden, ami ezt szolgálja. Nagyon örülünk annak, hogyha nem csak magunk miatt, hanem másoknak is segíteni tudunk, és például a véradás abszolút egy ilyen helyzet. A Covid meg abszolút rávilágította arra, a Covid időszak, amikor sajnos föl kellett ez a tevékenységgel hagynunk, hogy mekkora hiátus, mekkora hiány keletkezett ezen a területen. A cégünk 2002 óta szervez helyszíni véradásokat, és most jutottunk el az a mérföldkőhöz, hogy a 100. helyszíni munkahelyi véradást szervezhettük meg. A Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen járnak cégekhez, vállalatokhoz, így a Harmannál is sokszor szerveztek már véradást. Egy-egy ilyen alkalommal 50-70 főt várnak. Erre a 100. alkalomra egy kicsit várnunk kellett, ugyanis sajnos közbeszólt a Covid, és nem tudtunk jönni, de most végre megint itt vagyunk, végre megint elkezdtük a véradásokat, és itt vagyunk 100. alkalommal. Pados András volt az, aki 2002-ben az első véradást szervezte a cégnél. Mint mondja, 1980-ban Iker gyermekei születésénél elhatározta, hogy amikor teheti, ad vért. Másfél évvel ezelőtt elértem a 75. véradást, és akkor elhatároztam, hogy na, finito, ennyi volt, és többet nem adok vért. És most, hogy a 100. véradás megrendezésre kerül, ezt az ígéretemet megszegem magamnak, és eljöttem, és én is akarok most 76. alkalommal adnák vért. A Harmannál az elmúlt 22 év során megközelítőleg 5560-an vettek részt a jótékony eseményen. Céljuk, hogy a munkavállalók számára továbbra is biztosítsanak helyszíni, munkaidő alatti véradási lehetőséget, ezzel is támogatva a Magyar Vöröskereszt és a Vérellátó Központok nemes tevékenységét a jövőben is.